A koronavírus miatti korlátozások miatt második évet nem lehet hagyományos módon megemlékezni a költészet napjáról. Így idén online felületeken jelenítették meg a diákok kedvenc versoraikat. A kezdeményezés karanténköltészet elnevezéssel indult a Városligeti két tanítási nyelvű általános iskolából, és rövid idő alatt országszerte csatlakoztak intézmények. A mai napon a Versmondók Egyesülete Szenes Hannáról emlékezett meg. Versor kavicsból vagy betűtésztából. Második éve maradnak el a költészetet népszerűsítő események a koronavírus miatt. Így a Városligeti két tanítási nyelvű általános iskola diákjai fantáziájukat és kreativitásukat felhasználva a közösségi oldalakon tették közzé alkotásaikat a költészet napja alkalmából. Kikötés volt, hogy magyar költők verseit írják le, illetve jelenítsék meg. Illetve hogyha leírják, mert ugye különféle módon írták le ezeket a verseket, akkor figyeljenek a pontos idézésre, tehát hogy mindenképpen alkalmazzák a költőknek az írásmódját. A dobozi általános iskolában egyebek mellett színes ceruzával vagy éppen legó segítségével jelenítették meg a gyerekek kedvenc versoraikat. A pedagógus azt mondja, a diákok nagy lelkesedéssel alkotnak akkor, ha a felnőtteken is látják az elhivatottságot a költészet iránt. A gyerekek azt látták, hogy ez nekem nagyon tetszik, mert mondtam, hogy valóban bármilyen anyagot használhatnak, a patogatott kukoricától kezdve a gyufaszálon keresztül, csak vers legyen, jelenjen meg egy vers. És nagyon aranyosak voltak, hogy a Zoomon keresztül tartjuk az órát, és többeknél láttam a csillanást a szemben, hogy ő már tudja is, hogy miből fogja kirakni. Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön. Szenes Hanna egyik versét szavalja Havas Judit a Boldog a Gyufa című online emlékműsorban, amelyet a Magyar Versmondók Egyesülete és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület közösen készített. Az összeállításban neves művészek és pályakezdő színészek emlékeznek a mártírhalált halt katona költőre. Ő nem pusztán költő volt, hanem emberi magatartás mintát tud nyújtani mindazoknak, akik egyébként nem hisznek a szélsőséges eszmékben, akik az empátiát, az emberbarátságot, a különböző segítségnyújtásoknak a fokozatos és mindig jelenlevő módjait keresik, és ebben ő élen járt. Az emlékműsor rendezője azt is elmondta, a versek alkalmasak arra, hogy megismerhessük a költők érzéseit, gondolatait és eszméit, akár évtizedek távlatából is.